Ebből lesznek ezek a szép virágok? Igen. Pásztor rózsa. Adott Isten fekeret, fekeremre kereket, forrannak feleket, a bolyat. És miért pont pásztor rózsa? Mert a pásztorok lángjére rózsája. Hát az, hogy kiteszik a szürét, ez ehhez a pásztor rózsához kapcsolódik. Elmondom ott a hagyományt, ez egy élő hagyomány. Egy pillanat. A doktor is azt mondja, ki tette így át soha, mert a vízbe béka van, életemnek vége van, kortizol én nem hívek, azt csinálnék reggel. Ez egy pásztor rózsa. A pásztorok lángjére rózsája. Április 24-e van pásztor, ne puszengél napja. A pásztor üdvözi abban az évben megnőssé. Szeretne ilyen egy megyeskét. A pusztában nincs virág volt, de ilyen juhartbaj van. Körtönökése van, megfaradja a pásztor rózsát, odafaradja a monogramját, szolvás írást, jön próbára. Elviszi a kislány, betesz a székek, a fogalán. Kislány megnézi, ha nem teszik a legény, akkor vörös hagymát tesz helyére. Magyarul kikösen aztán a legény. De ha tetszik a legény, akkor monogramos keszkenőt tesz helyére. A fiú büszkén elteszi, hétvégén fejelsz a cifrászült kalapot, elmegy a lányosászhoz. Gazdagam véjjel, gyere be fiam, öcsém, és az első alkalom, öt az élege, ott kell felejteni a szülőt. Ez azt jelenti a szülők számára, hogy a fiúnak komoly elképzelései vannak. Másnap a fiú visszamegy, mert ott felejtett a ruháját, vissza kell menni érte, és a kerítésen kívülre kitették az ürt, azt jelenti, hogy házban nem kívántak vendég, mert a kislánynak ugye bejönne, a papának, mamának nem. Kitették a szürét, elvisz a szürt, fel is ut, le is ut, keres másik lányzót, farag másik világ. De a szürt benn marad, illende békapon, azt tudom, mit felejtettem a szülőmet. Figyelmesen foglalja, ír meg egy pohárból, és akkor tudta, hogy nem csak a szürt maradott, hanem a szíve is. És mert tudta, hogy a kislány nem bejön, a keszkenőt kapott, az alatt az egy nap alatt anyós após leüzítette a legényt, és bemegták a szűrt, tehát befogadják a családot.